Negyedik fejezet. Egy utassal több. Dolly már a liftben volt. Az ötlet olyan ellenállhatatlan erővel csapott rá, hogy úgy érezte, azonnal meg kell valósítania. És nem merte elmondani senkinek. Még Donnak sem. Valaki biztosan megakadályozná, sejtette. Inkább rohant. A liftből egyenesen a második szintre lépett, ahol Marcus a ketrecében feküdt. A zajra felemelte a fejét. Vele együtt természetesen a majmok is észrevették a mozgást, rikácsolni kezdtek. A párduc nyugtalanul mozdult. Dolly ügyet sem vetett rájuk. Marcus, gyere! Kinyitotta a ketrecet és rohant. A liftre már rá sem nézett, futott le a lépcsőn. A szürke farkas természetesen követte. Biztos örült is, hogy újra futhat egy sort. A kislány szinte elszédült a sok körbe-körbe rohanástól. A csiga lépcsőnek alig akart vége szakadni. Végre lent volt a 8. a raktárszinten. A csönd végtelennek tetszett. A bejáratnál felkapcsolta a fényeket. Marcus tanástalanul megtorpant mellette. Mit akar a gazdi? A farkas a pofáját Dolly combjához szorította. A kislány keze rátalált az állat széles fejére, megsimogatta. Keressünk valakit, Marcus. Érted? Szimatolj! Lenyomta Marcus fejét a padlóra. Szimat! Szimat! A farkas nem értette, mit akart tőle, de azt tudta, hogy valamit tennie kellene. Tanástalanul körbenézett. Dolly elindult körbe a falak mentén. Egyelőre nem mert bemenni a konténerek közé. Megpillantott egy telefont a falon. Odafőn mindnyájan összerázkodtak, amikor meghallották a diszkrét csörgést. Arielt nem hagyta el a lélek jelenléte. Az űrlény hívja az étkezdét. Biztosan az érdekli, van-e még abból a jófajta gyümölcsléből, ami immár a szívéhez nőtt. Vagy a gyomrához? Kontrázott Don. Bram felvette, kihangosította. Dolly vagyok lentről. Marcus megkeresi azt az idegent. Kapcsoljátok be a kamerákat. És letette. Bram a vezérlőbe lohant a mikrofonhoz. Dolly megkerülte a két konténert. Akkor megrecsentek a hangszórók. Dolly, azonnal gyere vissza! Hozz vissza a farkast is! Szörnyű tragédia lehet a dologból, ha ők ketten találkoznak. Majd vigyázok Marcusra, mondta a kislány. Úgysem hallották a hangját, nem is érdekelte. Marcus elfutott távolabb, aztán hirtelen megtorpant. Mint aki valamit észrevett. De nem. Látni nem látott semmit, viszont órát a padlóhoz nyomta, és izgalomba jött. Szagot fogtál, mi? Örült a gyerek. Keres, Marcus, keres! Szimat! A farkas, mintha most értette volna meg, mit vár tőle a gazdi. Valósággal lázba jött. Ide-oda futkosott, a szagnyom a jelek szerint több felé vezetett, aztán megszakadt. Marcus végül eltűnt a lány szeme elől. Szinte vágtában került meg néhány konténert, és visszatért ugyanoda. Aztán füleit hátra csapta, beleszagolt a levegőbe, és egyenesen a raktár szélén lévő kis mosdóhelység felé igyekezett. Itt láttuk őt tegnap éjjel. Ismerte fel Dolly a helyet. A szíve ki akart ugrani a melléből, úgy vert. Nem tudta, hogy a felnőttek már hívták a liftet, és valóságos különítmény, Bram, Miller és Abdul készülődik lejönni. Robert odafent maradt a vezérlőben, és a gyerekek is csak a képernyőkön átlátták Dollyt és a farkast a konténerek között. Dolly lassan közelített a mosdóhoz. Kinyújtotta a kezét. Benyomta az ajtót. Ez nem szenzorral működött, egyszerű lengő ajtó volt. De amikor az egyik szárnyat kibillentette normális helyzetéből, a bejárat fölött kigyúlt egy piros lámpa. A rakodó munkások így messziről is láthatták, hogy a mosdó foglalt. A központi vezérlés biztosan a kis lámpával volt összekapcsolva. Marcus előtte tolakodott be, sűrű bundája a lány lábát súrolta. Az állat befutott, és visszajött azonnal. Felnézett Dollyra, mintha mondaná semmi.
Nincs itt senki. Ekkor valami zajt hallottak a hátuk mögül. Dolly felsikoltott és megperdült. Sehol senki. De Markusnak elég volt a lesz, irányt adott keresésének. Az állat elstartolt, rohant. Dolly szem elől tévesztette. Valami mozog az egyik konténer tetején, kiáltotta Robert a hangszórókba. Dolly futott. A raktár túlsó szélén találta meg a farkast. Markus a hátsó lábain állt és nyűszített. Az orra nyugtalanul szaglászta a levegőt. Valami van, ott, a magasban, mondta minden mozdulatával. Dolly, várj! Mindjárt odaérnek a többiek is, kiáltott Robert a vezérlőből. A kislány a hátát a másik konténernek vetette, az alig egy embernyi résben háttal, lábbal nyomta fel testét, egyszerre támaszkodva mindkét konténerre. Tanultak ilyesmit az űrhajós képző sportóráin. Ismeretlen vadbolygók felfedezésekor ismerniük kell a hegy és szakadékmászás fortéjait is. Ez alapelv volt a kiképzésnél. Dolly hát feltornázta magát a konténer tetejéig. Valaki akkor ugrott le a másik oldalon. Csak valami sárgát látott a kislány, nem többet. Markus elrohant. Vészesen morgott. Valaki kiáltott. Markus, várj! Dolly lehuppant a padlóra, és megkerülte a konténert. A liftajtó is akkor csapódott, berohantak a férfiak. Az élen Brem kapitány igazi lézerpisztolyjal a kezében. Robert a hangszórókon át irányította őket. Balra, kapitány úr! A negyedik konténer mögötti folyosón. Markus ott állt az idegen előtt. Az idegen alacsonyabb volt, mint Dolly. Kis arcán mérhetetlen rémület tükröződött. Karjait védekezően emelte maga elé, és sírt. Brem érkezett elsőnek. A síkos padlón csúszva fékezett. Dolly önkéntelenül is átölelte Markus nyakát, húzta vissza az állatot. Ne bántsd, Markus, ne bántsd! Markus, ha tudott volna beszélni, nyilván azt mondta volna, hát persze, hogy nem bántom, hiszen ugyanolyan szaga van, mint neked. Ő is ember. Az ismeretlen utastárs egy körülbelül 10 éves kislány volt. Tépet ruhában, maszatos arccal állt előttük, könnyek folytak le az arcán. A farkas megijesztette, nem különben az emberek, akik váratlanul bukkantak fel, és fenyegetően körbevették. Egy kislány, mondta Robert a hangszórókban. Csalódottan, kissé, talán a lelke mélyén mégis abban reménykedett, hogy csápos idegen lények társultak hozzájuk. Jöttek a gyerekek is. Meg ez a... Az asszony szétlögdöste a férfiakat. Roppant erő költözött belé, és érdekes módon ő volt az első, aki azonnal tudta, mit kell tenni. No, mit álltok itt szerencsétlenek? Félre az útból! Nézzetek szegény gyermekre! Mennyire reszket! Biztosan fél! Minek kellett úgy megijeszteni? Brem azt sem tudta, hová nézzen. Még Dolly is bűnösnek érezte magát. Egyedül Markus volt olyan, mint máskor. Megszagolta az új jövevényt, aki számára egy plusz szagnál nem jelentett többet, majd elballagott a csiga lépcső felé. Önállósította magát, mert senki sem figyelt rá. Elmehetett sétálni és futkosni az üres folyosókon. Ki vagy te? Guggolt Elsa a kislány elé. Az végre megértette, hogy nem akarják bántani. Fehér, alig nabarnított bőre, szép arca, hosszú keze és lába volt. Karcsú testét néhány elpiszkolódott, sőt szakadt rongy fette, valaha egy zöld szabadidő ruha lehetett. Kitaposott kis cipő a lábán, és a haja is bozontos. Az a sárga valami, amit Dolly látott a konténer fölött, alig 10 perccel korábban, csak nem a derekáig ért, és szőke volt. Nagy barna szemeivel az emberekre merett. Sírt. Nyugodj meg, ne félj, mondta Miller úr, és ő is odagugolt. Az arcuk most egy vonalba került. Elsa, Miller úr, és... Mi a neve? Hogy hívnak, kislány? Tilda. Tilda Hoven.
És hogy kerültél a hajóra? Még indulás előtt felosontam rá. Egyedül állt a nagy űrrepülőtéren, nem volt nehéz dolog. Senki sem őrizte. Ugye a Marsra mennek? Igen, de te... Miért igyekszel oda? Ott vannak a szüleid? Tilda összezárt a kis ajkát, és nem válaszolt. Csak a szemét futották el újra a könnyek. Elsa nem bírta tovább. Felkapta a gyereket. Egészen megváltozott. Úgy szembefordult velük, nagyon harcias és kemény lett. Mint egy tigris a kölykével, jutott Keiko eszébe. Félre az útból. Kikérdezni ráérünk később is. Most elviszem, megmosdatom. Adok neki tiszta ruhát és jól lakatom. El tudjátok képzelni, hogy él már hetek óta egyedül? Ennivaló nélkül? Azért néha éjszaka loptam valamit, mondta Tilda szipogva. Brem kapitány hatalmasat lélegzett. Csak most múlt el a feszültsége. Még el is mosolygott. Tudjuk, tudjuk. Szereted a vegyes gyümölcslevet, igaz? Te, kis űrlény! Brem kapitány magára maradt a vezérlőben. A többiek mind a potyautassal foglalkoztak. Elvitték Tildát a fürdőbe, közben Kata, ő volt a legkisebb termetű lány, kikereste néhány alig használt ruhadarabját. Hát, ha azok némi átalakítással jók lesznek Tilda számára. Dolly és Don az étkezőbe készítettek ebédet a gyereknek. A Kolumbusz helyi ideje szerint ugyan még csak délelőtt volt, de a jelek szerint Tilda fellelése teljesen összekuszálta a szabályokat, felborult a foglalkozások sorrendje is. Az ügyeletesek majd később mennek le kitakarítani az állatok ketreceit. A kapitány az imént létesített rádiós összeköttetést a marsi repülésirányító központtal. Szokás szerint, mint 24 óránként megtette ezt máskor is, leadta a hajó repülési adatait, majd így szólt. Rendkívüli esetet szeretnék jelenteni. Mondja, kapitány. A Kolumbusz fedélzetén 30 perccel ezelőtt egy potyautas találtunk. Az utas neve Tilda Hoven, körülbelül 10 éves. Tudta, hogy a bejelentésnek súlya van. A több millió kilométerre lévő ügyeletes előtt a képernyőn már ott ragyogtak az adatsorok. Az az ember jól tudja, milyen hajó a Kolumbusz, mi a rakománya, hány főből áll a legénysége, kik az utasai. Sokat tud, de nem mindent. Nem kellett tovább beszélnie. Ennyi elég egyelőre. Az űr hallgatott. A rádióban néha serceget valami, halkan pattogott. Talán valahol nagyon messze mágneses viharok dúltak, az űr éli a maga korán sem nyugodt életét. De itt a legnagyobb tragédiák is csöndben zajlanak. Világok omlanak össze úgy, hogy a közvetítő elem levegő hiány egyetlen hang sem hatol el sehová. Ám itt az ember csalafinta találmánya, a rádió, amely elárulja ezt is. Az elektromágneses jelek messzire szállnak. Idegenvevő készülékekben árulkodnak a távoli katasztrófákról. Napok haláláról, neutroncsillagok forgásáról, fekete lyukakról. A Marson az ügyeletes képernyőjén most más adatok bukkantak fel. A hosszú csöndet egy nehéz sóhaj törte meg. Hát igen. Kapitány, közlöm a kislány adatait az előttem lévő fénykép alapján. Körülbelül 150 cm magas, karcsú, fehérbőrű, európai vonások, arca kerek, a haja hosszú, szőke. Szeme barna? Egyezik. Mit tudnak róla? A fotót a kozmikus rendőrség bocsátotta ki, egy körözéssel együtt. Tehát keresik a kislányt? A földön 10 napja vették észre az eltűnését, ahol egy gyermek otthonban volt. Körülbelül fél éve. Szülei? A válasz ismét késett egy kicsit. Kollégáink voltak mindketten, kapitány. 6 hónapja egy Mars körüli energiatelepre vittek rakományt. Műszaki hiba miatt felrobbant az ajtómű. 5-en vettek oda,
köztük a kislány szülei. Brem nagyot nyelt. Behunyta a szemét. Hát ez... Szóval erre nem számított. Csak kis szünet után kérdezett ismét. Tilda Hohen ezért került gyermek otthonba? Igen. Közölték vele, hogy mi történt a szüleivel. Mégis megszökött, és mint kiderült, feljutott egy Marsra induló hajóra. Brem mélyet lélegzett. No nem, ennek nincs értelme. Hirtelen megértettem, milyen fontos a kislány döntése. Ő fiú létére 10 évesen képes lett volna nekivágni a világűrnek. Nem mondta ki, de önmaga előtt nem titkolhatta. Bizony nem lett volna hozzá bátorsága. Egyelőre köszönöm az adatokat, mondta a mikrofonba. Később majd ismét jelentkezem. Addig értesítsék a kozmikus rendőrséget, és... Szóval mindenkit, akit kell. Vége. Így teszünk, Brem kapitány. Vége. Tilda már nem álmodott. Amíg odalent élt, örökké bujkálva, álmai is vadak és zavarosak voltak. Sohasem tudta igazán kialudni magát, a félelem benne bujkált, és gyakran előjött. Ha fény gyúlt, ha hallotta a lift ajtó nyílását, bizony megijedt. De most, egy külön kabinban, ahol csak ő volt, hirtelen lerohanta a fáradtság. Álma mély volt. Még mielőtt kinyitotta volna a szemét, érezte, milyen kellemesen áradt szét testében az a jó érzés. A biztonság. Nem kellett már rejtőznie, félnie. Hitte, hogy mostantól kezdve minden egyszerűbb lesz. Végre megmozdult az álomzöldes függönye. Kezdtek fülébe hatolni a külső zajok. A csönd, amelyet az imént öntudatlanul is úgy szeretett, most kezdett apró darabokra törni. Valami mozgás kelt körülötte. Eleinte ezt inkább csak sejtette, mint érezte. Aztán valaki megérintette a karját. Erre Tilda félig kinyitotta a szemét. Egy nagy madár ült a takarója szélén, majd ügyetlenül araszolt fel a kislány keze felé. Nagy, piros, kék és sárga tollai voltak, meg zöld farka. Tilda megértette, hogy ez is egy álom. Most azt álmodja, hogy majdnem felébredt, hiszen ilyen madarak csak az ember álmában bunkanhatnak fel. Lola vagyok, közölte a madár határozottan. No, ha beszél, akkor már biztosan állom, mosolygott Tilda, és a szeme lelecsukódott volna, ha a madár hagyja. Lola vagyok, nesze! És jól megcsípte Tilda karját. A kislány erre kinyitotta a szemét, felébredt, és a madár nem tűnt el. Ott volt ezután is. És nem csak ő. Az ágy előtt a ruzsdavörös padlószőnyegen egy kis fehér négylábú állt, apró pofácskáját felfelemelte Tildára, és kis szemében szemrehányás ült. Mintha csak egy kis becézésért és simogatásért panaszkodna. Tilda felült az ágyon, körbenézett. Mi ez? Mégis álom lenne? Az ágya végében egy vöröses bundás kis állatkamatatott, szinte ült, mint egy ember, és két mellső lábán olyan ujjak voltak akár az embernek. Ügyesen is bánt velük, éppen a takaró szélét bogozta szét, már tele volt minden szövet szálakkal. Tilda észrevett még egy ugyanilyen állatot a kis asztalon is. Vaskos, tömött farkán keresztbe 5 fekete gyűrű. Ez pedig éppen a neki oda készített ételbe nyúlt volna bele, de valaki ezt előre láthatóan átlátszó műanyag dobozkába csomagolta. Az állat éppen nekiállt, hogy kinyissa a dobozt. Menj onnan! Szólt a lány, és a levegőbe csapott. Az nem a tiéd, hagyd ott! A kis állat szemrehányóan nézett rá, a papagáj újra megszólalt. Türelem! De Tilda nem volt türelmes. Lemászott az ágyról, az asztalhoz ment. Az állatka furcsa, dörmögő, cseregő hangokat hallatva leugrott. A papagáj ezúttal neki szólt. Csibész! Mindez egy csöppet sem zavarta a mosómedve lelki világát. Nem vette komolyan a papagájt, neki aztán beszélhetett.
Ekkor felpattant az ajtó, és beözönlött néhány gyerek. Kata, Keiko, Dolly. Ariel az ajtóban állt meg, és első pillantásával nem is Tildát, hanem a medvéit nézte. Minden rendben van velük? Julia, amikor megpillantotta a gazdit, rögtön ott hagyta a takarót, és Arielhez futott. Romeo követte. A papagáj szidolmaival kísérve mentek ki a folyosóra. Ariel becsukta a kabin ajtaját, és gondterhelten rájuk nézett. No, gyertek! Csak azt nem tudom, mit csináljak veletek. Nekem fel kell mennem ketreceket tisztítani. Bezárlak benneteket a kabinomba, végül is azt írja az elektronikus állatlexikon, hogy minden magára valamit is adó mosómedve, éjjeli ragadozó. Nektek tehát ilyenkor nappal aludnotok kell, méghozzá mélyen. Értjük egymást? Na gyerünk a kabinba, gazmedvék! Tilda ennivalót majszolt. Lábánál ült a kiskecske, az ágy fölötti polcon a papagájtól lászkodott. Na és ott volt a három lány. Igaz, jóval idősebbek, mint ő, mégis lányok voltak. Nem olyanok, mint a buta fiúk. Kedvesek, mosolygósak. Nem haragszol rám? Érdeklődött Dolly. Tilda ránézett. Tegnap a könnyein át már látta ezt az arcot. Igaz, akkor vele volt egy nagy állat is. Hol van az a kutya? Kérdezte békülékenyen. Dolly örült, de egy tévedést el kellett oszlatnia. Farkas volt, igazi vadfarkas. Tudod, mi itt egy állatkert vagyunk. Ti is? Jót nevettek, aztán egymás szavába vágva magyarázták a különös rakományt. Keiko látta, milyen éhes a kislány. Miért akartál a Marsra jutni? Nem csak akartam, hanem el is jutok oda. Igen, határozott vagy. Csak úgy lehet célba érni, jelentette ki erre a lány. Nyílt az ajtó, ez asszony bukkant fel. Tálcán ennivalót hozott. A nagy lányok nevettek. Eltetszett késni, van már itt ennivaló bőven. Semmi baj, jöhet ez is, kiáltotta Tilda vidáman. Ez asszony mosolygott. Dolly meglőtte Keikót. Látod? Némán csak ajkával formázta a szavakat barátnője felé. Egészen megváltozott. És Elzára intett. Az asszony valóban más volt. Már az a tény, hogy mosolygott, egy teljesen új Elzát varázsolt a lányok elé. És mintha a haja sem állt volna ezer felé széjjel, legfeljebb 650 irányba. Egy perccel később elmélyült beszélgetés következett, aminek háttérzaját Tilda zöldség ropogtatása és Orkoy Kolumbián a bánatos megegése szolgáltatta. Közben a vezérlőben távbeszélés folyt. A két résztvevő egymástól több millió kilométerre, az űr két pontján volt még. Brem kapitány? Itt vagyok. A kozmikus rendőrség egy marsi bírósághoz fordult. Az ítélet hamarosan várható. Feltehetően kedvező lesz a gyereknek. Egyelőre következő a helyzet. A kiskorú Tilda Howant, amint megérkeznek, a bíróság veszi oltalmába. Arra érdemes ideiglenes nevelőszülőket jelölnek ki számára, akik később természetesen, ha beválnak, ha kölcsönösen megtetszenek egymásnak, a gyerek és az újszülők, akár örökbe is fogadhatják. Miller úr lépett be, és hallotta az utolsó mondatokat. De nem szólt. Brem megköszönte az értesítést, és ha már amúgy is a rádió kapcsolatban voltam a Marssal, a szokásosnál valamivel korábban közölte a Kolumbusz helyzetadatait. Az űrhajó tiszta pályán nagy sebességgel repült a kozmoszban. A fedélzeten mi újság? Kérdezte Brem Millertől. A lányok mindegyütt vannak a kislány kabinjában. Robert és Abdul alszanak. Két fiú odalent takarít, a harmadik a majmokat viszi sétálni a lenti folyosóra. Remek, te mindent tudsz, jegyezte meg a kapitány, és elment. Miller úr egy pillantást vetett a vezérlőpultra. Az automaták ellenőrző lámpái megnyugtatóan égtek. Itt hát minden rendben. Így aztán Miller úr is elment a dolgára.
Júlia azzal játszott, hogy kereste a folyosón és a lépcsőn az emberek szagát. Ariel nyomára hamar rátalált, hát követte. Romeo valamivel hátrébb jött, őt inkább a farkas szaga izgatta. Eddig csak messziről látta azt az állatot, és ősi félelmek ébredtek benne. Bár ha véletlenül harcra kerülne sor, talán nem is futná előre. Megvillogtatta erős fogait, aztán látta, hogy Júlia eltűnik a lépcsőn. Gyorsan lesietett, hát ő is. Mire felért a következő szintre, már nem is emlékezett Ariel kabinjára, ahonnan olyan egyszerű volt kijönni, hiszen maga az ember mutatta meg, mit kell megérinteni az ajtó mellett. Azt a kicsiny, mindig meleget árasztó fényes lyukat. És ha azt megérinti, nyílik az ajtó. Igazán egyszerű. Júlia végig elől haladt. A következő folyosón kis habozás után jobbra fordult. Szaporán ügetett a fal tövében. Csönd volt. Arrafelé most nem járt ember. Romeo beleszagolt minden sarokba, az ajtók előtt felágaskodott, de mert nem látott kis fényes lyukat, hát egyetlen szenzort sem érintett meg. A szagok nem voltak igazán jók, puhák, inkább keménynek, fémesnek ízzennének, mint a padló vagy a falak. A két állat aztán bejutott egy helyiségbe, amelyik a folyosó végén volt. Ott megsűrűsödtek az emberszagok is. Júlia kedvére futkosott ide-oda, aztán talált egy széket, azonnal ráhuppant és körülnézett. Milyen sok fényes lyuk! Mennyi kiálló gomb! Romeo különösen ezeket vette célba. Ha látott valahol egy vízcsapot, rögtön elcsavarta, hogy hozzájusson a folyadékhoz, hiszen abban kell megmosni a táplálékot. Bár ilyet itt nem találtak, azért kedvükre tevékenykedtek. Romeo ránehezett egy karra, és lassan elengedett az állat súlya alatt. Amikor már majdnem leért, függőlegessé vált, Romeo kis mancsa lecsúszott róla. Elkapta hát a mellette lévőt. Közben Júlia sorban tapogatta a szenzorokat. Élvezte, hogy ténykedése nyomán, igen, őt nagyon is jól értette, mindez azért történik, mert ő ide meg oda kapkodott. Fények gyúltak, vagy aludtak ki. Kék, sárga, piros, zöld és fehér fények. És mindez teljes csöndben zajlott le. Romeo talált néhány kiálló csavart is, ujjaival érezte szélükön a bordázást, hát jól megmarkolta és eltekerte őket. Valami beszélt is emberhangon. A két állatka mozdulatlannál merevedett, szétnézett. Sehol semmi. Na hát... Emberhang van, ember meg nincs sehol. De nem sokáig csodálkoztak. Júlia egy idő után megunta a szenzorokat, leugrott a székről, és felmászott egy falon. Ezen is sokféle gomb karált ki, hát remekül érezte magát, volt mibe kapaszkodnia. Romeo aztán továbbment, mert a másik teremben valamilyen ételszagát is érezte. Ám az illatok csak egy nagy fémdobozhoz vezettek. Hiába állt két lábra, nem talált szenzorokat, sem kiállókat. Így tovább ment. Nem sokkal később Júlia is utána sietett. Most egy másik folyosón mentek, aztán megint lépcső került eléjük. Lementek hát a következő szintre. A mosómedvék, mint köztudott, nagyon szeretek csavarogni, és új, egyre újabb tárgyakkal ismerkedni. Don végzett a takarítással. Lars majdnem ugyanakkor bukkant fel a terem másik végén. A szellőzők már teljes erővel dolgoztak, hát gyorsan elszívták a trágyaszagot. A fekete fiú letette ügyes kis szerszámát, és kézbe vette a fertőtlenítő parac szórófejét. Vigyázz, öregem, indul az áldás! Az utolsó üres ketrec a két tigrisé volt, akik most odakünn a ferderempán sétáltak, két rácsos takarítórobot felügyelete alatt. Lars eltette a maga takarító szerszámát. Ügyesen ki van ezt találva. Az egész trágya mennyiség légmentesen zárt tartályokba kerül, amit a marson majd néhány földművelő telepre visznek. Hallottam Miller úrtól. Ő szervezte meg ezt is. Szerintem olyan, hogy földműves, nem lehet a marson. Csak marsművelés, filozofált Don.
Lars már megszokta ezt, hát ügyet sem vetett rá. Az ajtó felől váratlanul sipolást hallottak. Ez megint Ariel lesz a maga újabb hülyeségével, dohogott Don. Lars jól tudta, hogy a fekete fiú nem is élhetne Ariel a dundi barát nélkül. Az ajtóhoz ment, aztán visszaszólt. Ez alig, ha ő lesz, Don. Ha csak nem álcázta magát takarítóautomatának. Mert hogy az jelez. Kimentek a rámpára. A gyérfényben látták, hogy az egyik tigrist, ahogy szorgalmasan lóolt fel alá. Kihasználta, hogy a ketrecén kívül most ennyi helye lehet. Hol a másik? Kérdezte Lász döbbent. A terelőautomata azért hozta működésbe vészjelzőit, mert az egyik rácsát valaki kitörte. A fémdarab a padon hevert, és a másik tigris eltűnt. Hogy az a Szaturnuszi? Don a fejét vakarta. Az egyik tigris meglógott. Lász azonnal felismerte a veszélyt. Ez nem a szelíd farkas, vagy egy ártatlan papagáj. A tigrisek eddig mindig nagyon mogorvák voltak. Talán éppen azért nem barátkozott velük senki. Mielőtt Don mozdult volna, Lars a telefonhoz ugrott. Miller urat hívta. Szerencsére a kabinjában volt. A gyerek pár szavából megértette, mi történt, és azonnal indult a lifthez. Lars ezután Arielt hívta, de az nem volt a kabinjában. Elfogyott a türelme, helyre akasztotta a kagylót. Mit tegyünk? Kérdezte Don. Menjünk, keressük meg. Megvárjuk még Millert. Ő biztosan tudja a megoldást. 2 perc múlva szétnyílt a lift ajtaja. A fiúk először Miller úr szerv fölött bajna fejét pillantották meg. Igen, alacsonyan. A férfi guggolt a liftben, kikémlelt a folyosóra, aztán sehol sem látva a tigrist hozzájuk sietett. Hol az állat? Fogalmunk sincs. Miért guggol? Miller úr nem jött zavarba. Egyszer már sikerült megúsznom egy tigris támadást. Régen történt Ázsiában. Az ottaniak mondták, tegyek így. Jól tudták, a tigris nem ugrott rám. Ezek szerint ismeri őket? Mit tegyünk, hol keressük? Don tele volt tetterővel, de azért nem igyekezett az élre. Egy tigris... az mégiscsak egy vadállat. Ráadásul van pár száz kiló. Ha ráugrik valakire, hát az nem kér többé kenyeret. Várjatok, gondolkozom, mondta Miller úr, és úgy is tett. Ariel fütyörésze ballagott az egyik folyosón. Éppen azon járt az esze, hogy milyen új tréfát eszeljen ki. Ha jól emlékezett, holnap lesz Kata születésnapja. Azért előbb meg kellene kérdezni a többieket. Vagyon Keiko is így tudja? Ariel úgy döntött, végigjárja az állatokkal zsúfolt emeleteket. Hát, ha rátalál valahol egy ötletre. No, és nem ártana szólni Miller úrnak. Az ő észjárása, vette észre Ariel korábban is, nagyon hasonlít az övéhez. Csak persze nem olyan hasonló típus. Pedig Miller még fiatal, tehát 45 éves lehet. Manapság, amikor az emberek, különösen a földön, vidáman elélnek 130 évig is, ez igazán nem kor. A legújabb, légfrissítő reklámdalocska melódiáját fütyörészte Ariel, amikor befordult a 4. emeleten a raktárajtó elét. Arra vannak a terráriumok. Eszébe jutott, ha véletlenül szaporulat lenne valahol, egy-két teknőst vagy mulatságos szurikát a kölyköt adhatnak Katának, akit ezután pattant ki nyelvi játékokra fogékony agyából, természetesen Szurikatának neveznének. Aztán történt valami, és Arielnek égnek állt a haja. Megtorpant, a szeme kidüllett. Érezte, hogy megfagy az ereiben a vér. Éges lett a világ körülötte és benne is. A rémület fogja lett. Szemben vele, a raktár ajtaja előtt egy tigris állt. A gyerek combjáig ért ugyan, mégis nagyon fenyegető volt. A farka idegesen söpörte a padlót, vicsorgatta fogait. Mama! Szakadt ki az eget rengető kiáltás Arielből. A gyerek sarkon fordult és rohanni kezdett. A tigrist megijesztette a hang.
Váratlanul a fenekére ült, mintha orrba vágták volna. Így aztán némi késéssel startolt a gyerek után. Ariel megjavította a saját rekordját, de nem kizárt, hogy ha mérik az eredményét, fölülmúlja a földi és marsi rövid távfutókat. Úgy rohant, hogy a szélsűvítése egyenletes zajjá olvadt össze két füle mellett. Haja lobogott, lábait nem is érezte, akkor még a tüdejét sem. Csak egyetlen cél lebegett előtte, minél előbb elérni a liftet. Tudta, hogy a lépcső nem jelent menekülést. Lefékezett, megérintette a szenzort. Szerencsére a lift éppen ott volt. Szétnyíltak az ajtók, és ő beugrott. Keze most belülről csapott a szenzorra. Ajtót be! A tigris feje még felvillant, az is fékezett, elcsúszott az ajtó előtt, és teste most igen hosszúnak tűnt. Ariel behunyta a szemét. Mire kinyitotta, az ajtó zárva volt, és a lift elindult. Keiko éppen arról beszélt, mennyi csodálatos állatot visznek ők itt a hajóban. Tilda szájtátva hallgatta. Én is megnézhetem őket? Hát persze, még segíthetsz is a trágyatakarításban, vágta rá az ázsiai lány. Ennek Tilda azért nem nagyon örült. Dolly kezdte magyarázni, hogy az akváriumok és teráriumok lakóinak etetése viszont nagyon is alkalmas feladat lenne a kislánynak. Kata a szokása szerint hallgatott. Az ajtó felpattant. Ariel beesett, kivörösödött arccal. Gyorsan rácsapott a szenzorra, mire az ajtó becsukódott. Mi van, futóbajnok? Edzésben vagy? Kérdezte Dolly. Ih, persze, edzés! Bólogatott a gyerek szaporán, aztán furcsán oldalazva közeledett Keikóhoz. Columbiana a fehér gida ránézett, és csak ennyit szólt. Me. Kata volt a legközelebb a telefonhoz, amikor az jelzett. Felvette, és mivel nem szólt bele, a vonal végén lévő Lars már tudta, ki az. Kata, nem láttátok Arielt? Itt van. Szólj neki, ne menjen sehová. Egy tigris járkál szabadon a hajóban. Kata közelről nézett Ariel űzött arcába, aztán beleszólt a telefonba. Már tudja. Mondd meg Keikónak is. Rábízom, mit tesz, de legyetek óvatosak. Ez asszonynak feltűnt, hogy Kata lassan csúszik Keikó felé. Ugyanezt teszi Ariel is, miközben őt mindkét gyerek nagy évben elkerüli. Történt valami? Á, dehogy, lihegett Ariel. Kata persze a fejét rázta. Sajnálta a szavakat, csak úgy a levegőbe engedni, ha nem volt feltétlenül muszáj. Márpedig én sejtem, hogy történt valami. Megnézem. És ez az ajtó felé lódult. Kata és Ariel, mintha összebeszéltek volna, egyszerre vágottak eléje. Élő fallá lett a két gyerek, ez a és az ajtó között. Te tessék maradni, nem lehet kimenni. Feltöltlenítik az egész hajót, füllentette Ariel. Anélkül, hogy szóltak volna előre, kerekedett el az asszony szeme. Tessék maradni, kérte Keiko. Évek óta ismerte barátait. Tudta hát, hogy komoly okuk lehet erre a viselkedésre. Félrevonta Katát, és az a fülébe súgta a hírt. Keiko arca komoly lett. Kedves Elsa, kérem maradjon. Oda kül jelenleg életveszélyesen ne sétálni. Azért nem szóltak egyenesen önnek, mert Kata vette fel a telefont. Ariel az ajtónak vetette a hátát, és szentül megfogadta, innen ugyan senkit ki nem enged. Történjen bármi is. Különben sem merte volna kinyitni az ajtót. Hogy ne? Hogy rögtön abban feltűnjön a tigris lapátnyi mancsaival. Miller úr egyelőre jobbnak látta nem értesíteni a kapitányt. Sem a többieket. Robert és Abdul alig, ha nem alszanak, a kapitánynak is dolga van. Automaták vezérlik a hajót, ők hárman pedig megkereshetik azt az állatot. Egy tigris a 9 szinten sokfelé elkoborolhatott, bár alig, ha tudja kinyitni az ajtókat, inkább a folyosókon lehet. Indulás. Hozzátok a tűzoltó készüléket. Azzal megyünk tigris vadászatra?
kérdezte Don, de persze lekapta a falról a legközelebbi kis vörös, kemény műanyag palackot. A nyomásgátló tartályban félelmetes erő lapul, tudta. Na és fehér hab. Gyerünk. Ezen a szinten alig habújkál, menjünk feljebb. A lépcső. Minden szinten maradjon valaki a lépcsőnél. Fogjátok. Két kis készüléket adott a fiúknak. Tűzzétek a ruhátokra. Ezzel beszélgetünk. Nekem is van rádióm. Indulás. Mentek. A nyolcadik szinten nem találták a tigrist. A hetediken Lars maradt a lépcsőnél, Miller és Don együtt indultak el, körben a folyosón. Lars úgy érezte, egy ölőkéli valóságig tartott, míg visszajöttek. Semmi. Gyerünk lejjebb. A hatodik szinten a csukott ajtók mögül hallották dübörgő hangját. Az elefánt alig hanem megérezte, hogy kedvenc gazdája, Lars a közelében van. A kisemlősök, így a hódok is csöndben voltak. Miller és Lars indultak el, most Don maradt a lépcsőnél. Amint így várakozott, egyszer csak zajt hallott a háta mögül. A lépcsőn. Megperdült, csak egy sötét csíkot látott eltűnni a csiga lépcső fordulójában. Hogy az az uránuszi szélvihar? Mi van? Jött azonnal a kérdés a kis rádióból. Egy tigris farok tűnt el a lépcsőn felfelé. Akit olyannyira keresünk, éppen lefelé igyekezett, de meglátva Don bácsit, inába szállt a bátorsága és fölfelé menekült. Közölte Don büszkén a szokott modorában. Milyen bácsit? Kérdezte Miller, de már futás közben. Aztán egy perc múlva mindhárman lassan mentek föl a lépcsőn. A tigris ezek szerint az ötödiken lehet. Vagy feljebb ment a lépcsőn. Érzem, itt ólálkodik valahol. Don szimatolt. És tényleg? Érezte a levegőben a nagy testű ragadozó jellegzetes, kellemesnek nem mondható szagát. Gyerekek, nekem legalább olyan jó a szaglásom, mint Markusnak, a fedélzeti farkasnak. Egyszerűen érzem, hogy itt van az a dög. Az ötödiken ennek ellenére senkit sem láttak. Don négy kézlábra ereszkedett, a csiga lépcsőt szaglázta. Erre ment. És ha mégsem, akkor a hátunk mögött maradt. Miller úr döntött. Hidd Donnak, és elindult felfelé. Lars is követte. Don ment a sor végén. Elővigyázatosan, mert hát ha beigazolódik a gyanúja. Nem lenne jó elsőnként belefutni a tigris mancsába. Sőt, a mancsaiba, mert hogy általában négy is van neki, és mint karmokban végződik. A negyedik szinten Don úgy vélte, a tigris nem ment tovább. A lépcsőkön nem érezte a bűzét. Most Miller maradt a lépcsőnél, nála is volt egy tűzoltó készülék. Lars a magáét markolta, és elindult jobbra. Don meg, igen bátornak mutatkozva, kénytelen volt balra térni. Ment, ment. A folyosó elkanyarodott, a gyerek, hogy előzze az esetleg közelben ólálkodó tigrist, meg a saját félelmét hangosan beszélt. Megfeledkezett a rádiójáról is, szinte kiabált. Hé, te nyambat csíkos bundás! Olyan bátor lehetsz, akár egy neptunuszi felhőféreg, talajmenti fagyok idején. Diderex, ugye? Mert már sejtett, hogy jön Don bácsi. És fülön fog, aztán biztosan kicsavarja belőled a tigris levet. Ugyebár. Hogy az a karmos-kormos, csavaros eszű fajtád lássa egyszer el a bajodat, te nyomorult, tenyeres talpas űrmacska! Aztán egyszer csak a torkának adta szó. A tigris ott ült a folyosó közepén. Farka a padlót verte, és kitátotta a száját. Félelmetes, sárgás fogsora kivillant. Egyenesen Donra nézett. A gyerek, aki folyton beszélt, be nem állt a szája, ha lehetett, ha nem, most megnémult. A szájizmait mozdítani sem tudta, elfogta a remegés. Ujjai közül kiesett a készülék, didergett, fázott a rémülettől. A tigris ekkor elindult feléje. Ettől a gyerekről lehullott a varázsbilincs, megperült és futott volna. Itt van! Ordította. Ijegysége elmúlt, őrült menekülési vágy váltotta fel. Emelte a lábát, hogy elrohanjon a többiekhez. Azt képzelte, Miller és Lars jelentik a biztonságot,
az életben maradást. De a tigris már ott volt mellette. Fejével megbökte a gyereket, aki az oldalára billent, elesett. A fal tövébe bugurult. Ordított, ahogyan a torkán kifért. A tigris már is ott volt fölötte. Don kétségbeesetten emelte maga elé kezét, és várta, hogy most rögtön megérzi az iszonyatos fájdalmat, ahogyan beléje marnak a fogak, húsába mélyednek a karmok. Lars és Miller rohantak, ahogy az erejükből tellett, és döbbenten fékeztek. Lars maga elé szegezte az oltót, hogy azonnal fehér habbal áraszt el az állatot. Hallották a rádióban Don kiáltását, a tigris morgását. Ehhez képest a látvány kicsit más volt, mint amit ezek után vártak. Don a falat támasztotta. A tigris is ült, félig szembefordulva vele. Hatalmas nyelvével többször képen nyalta a fekete fiút. Az egyik lábát tétován emelgette, de nem azért, hogy karmait áldozatába mélyesse, de hogy. Don is észrevette végre, és egyik kezével óvatosan megfogta azt. Ez nem lehet igaz, suttogta Miller úr. Hideg berejték ragyogott a homlokán. 10 másodperccel korábban még azt hitte, Dont véresen marcangolva találják itt, és csak nagy szerencsével sikerül majd őt megmenteni az életnek. A tigris pedig agyon kell lőni. Az agyonlövésre kijelölt állat meglehetősen békésen ült Don mellett, és nem hagyta abba a nyalogatást. A fiú végre elhárította a tigrist. Egyszerűen két kézzel megragadta a pofáját, és eltolta magától. Akkor az állat megint csak a bal mellső mancsával emelgette a pacsira. Te varázsló vagy, suttogta Lars meglehetős tisztelettel. Miller úr sejtette már, mi történt. A földi rezervátumokban élő tigrisek, csak úgy, mint a többi ragadozó, már sok száz éve ősről ősre genetikusan öröklik a tudást, hogy az emberrel együtt kell élni, hogy az ember adja a táplálékot. Ebből következően az ember nem ellenség. Bár balesetek akadnak mag is, néha az állati ösztönök visszatévednek a nagyon régi valódi ösvényekre, ez nem jellemző. A legjobb példa rá éppen ez az állat. Miller akkor vette észre, hogy Lars még mindig szorongatja a tűzoltó készüléket. Leteheted, suttogta. Ez nem olyan veszélyes ellenfél. Don látva a helyzetet lecsillapodott, bár a szíve még most is torkában dobogott. Néhányszor mélyet lélegzett, és ismét rátalált önmagára. Hát, kedves barátaim, mint látjátok, Don bácsi elővette titkos fegyverét, és megszelidítette vele a vérengző fenevadat. Az én agyamban úgy látszik ismeretlen, de hatalmas erők lapulnak. No gyere, te kis dörömbölő cica, majd visszavezetlek a ketrecedbe. Adok én neked elcsavarogni. Fúj, te csúnya! És bár a lelke mélyén félelemmel, de kockáztatva, mint mindig, megveregette a tigris nyakát. Aztán ujjai az állat füle tövére tévedtek, belemélyedtek a puha, szőrös gödörbe. A tigris kélyesen becsukta a szemét, és alig akart elindulni. Azt hiszem, kedvencet változtatok, jelentette ki Don, és igazán magasról nézett le társaira. A fenébe az óriás kígyóval. Nem igazán simulékony, no és szerfölött kevés szőre van. Nem lehet ilyen jól simogatni, mint ezt a... hogy is hívják? Sehogyan sem hívják, mormolta Miller. Nagyon fáradtnak érezte magát, a feszültség csak most oldódott fel. No nem baj, majd találok neki nevet. Gyere, öreg! És megmarkolta a tigris bundáját a nyakán, úgy vezette az állatot a lépcső felé. Lars és Miller összenéztek. Aztán engedelmesen követték a furcsa párost. Bezárták a tigrist a ketrecbe, de érezték, nem mehetnek el azonnal. Az állat a rácsnál állt, és valósággal dorombolt. Don benyújtotta a kezét, és néhányszor végig simította hátán. Akkor az állat lustán elheveredett. Ha azt hiszed, mostantól fogva ide költözöm, csak hogy simogathassalak, nagyon tévedsz. Don elindult társai után, az ajtó felé hozzájuk beszélt. Ugye, elismeritek, van bennem valami.
Amikor a szürke farkas bejött az étkezőbe, akkor sem ijedtem meg. Nem kell ám félni, holmi nagy ragadozóktól. Lász ugyan még emlékezett arra a rádióból hallatszó kétségbeesett kiáltása a negyedik emeleti folyosón, de nem szólt. Miller lépett ki elsőnek a folyosóra, a gyerekek követték. Elmondaná Miller úr, hogyan tanult megbeszélni a majmokkal? Kérdezte Lász. Miller kissé meglepődött. Honnan tudjátok? Nagyon érdekelt bennünket, és megtudtuk, hogy a videó megfigyelőben 24 óráig őrzik a szalagokat. Értem. Nos, gyermekkoromban egy állatrezervátum mellett laktunk. Sok majom élt ott, és nem egyszer bementem közéjük. Még középiskolába se jártam, már megtanultam néhány gyakori hanglejtést. Például azt, ami nagy veszélyt jelent, és ha ezt hallják, visszamenekülnek oda, ahonnan jöttek. Ahol laknak? Hát ez óriási! Don leplezetlen tisztelettel nézte a férfit. Persze azonnal önmagára gondolt. Lehet, hogy még ezen a rövid úton én is megtanulok valamilyen állatnyelvet? Mondjuk tigrisül vagy farkasul. Maradj te csak a papagájnál. Azzal is el lehet társalogni, nevetett Miller úr. Akkor történt. Lábuk alatt megrázkodott a padló, az egész hajó, mintha egy nagy ütést kapott volna, megremegett. Az utasok megtántorodtak. Valahol zúgott, süvített, csikorgott valami. A hajó rázkodott. Aztán fülrepesztően megszólalt egy sziréna, minden szinten, minden helyiségben. Egy géphang recsegte a megafonokba. Kettes fokozatú katasztrófa riadó. Ismétlem. Kettes fokozatú katasztrófa riadó. Oka, meteor találat a legalsó szinten. Figyelem. Vegyék fel az űrruhákat. A hajóból szökik az oxigén. Figyelem, szökik az oxigén. Katasztrófa riadó.